hétvégi mérkőzésünket a Békés Csabával fogjuk játszani, aki egy kimondottan jó csapat, tehát jól összerakott és régóta együtt játszó csapat. Nyilván, hogyha teljes létszámmal tudnak jelen lenni a bajnokságban, akkor ők igen meghatározó erőt képviselnek, és most teljes létszámban itt lesznek, mert lejátszotta már az NB1-es mérkőzését, a Csaba nem lesz NB1-es ifi mérkőzés, nem lesz más utánpótlás mérkőzés, tehát teljes terjedelemmel itt lesznek, ez egészen biztos. Nehéz lesz. Azt gondolom, hogy nagyon összpontosítani kell erre a mérkőzésre. Én mindig azt szajkózom, és most is azt próbálom, hogyha a védekezésünk rendben lesz, amögött lesz egy kapus teljesítmény, nyilván a kapus teljesítmény csak akkor lehetséges, hogyha van előtte egy védelem. Tehát, hogyha ez a kettő így működni fog, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy győztesen jöjjünk le a pályáról. Előző szezonban döntetlent játszottunk Békés Csabán. Ez egy borzasztó kemény mérkőzés volt. 55 percig kézben tartottuk a mérkőzést, onnantól kezdve viszont el is bukhattuk volna. Tehát fogalmam sincs, hogy azt az egy pontot elbuktuk, vagy azt az egy pontot megszereztük, amivel hazajöttünk, de az egy kimondottan jó mérkőzés volt. Sajnos az előjeleink nem a legjobbak, hiszen Nagy Noémi vírusos fertőzésben van, Csapóhajnalkának részleges bokaszallag szakadása van, a Szögi Timi nem 100%, gyakorlatilag nem is volt még 100%-os, de most abból a pici edzettségi fokából is visszaesett, hiszen fájdalmai voltak. A Tóth Katának a térde és a bokája fájt, egész héten nem is edzett, most kezd mozogni egy picikét, de csak ilyen lájtosan. Tehát azt nem tudom, hogy majd hétvégén hogy tudnak ezekből a lányokból rendelkezésünkre állni, de az lesz a Gyula csapat, aki pont ki fog állni. Hát most tök mindegy, hogy ki lesz a pályán, ő lesz akkor a legjobb formában levő játékos, és neki kell hozni ezt a mérkőzést. Úgy hiszem, hogy a lányok tudják a feladatot, átérzik a súlyát ennek a mérkőzésnek, nem mindegy, hogy végzünk, nem mindegy, hogy a hazai szurkolók előtt, hogy szerepelünk, és azt szeretném, hogyha ebből a csatából győztesen jönnénk ki.